Engedjék meg, hogy kívánjak Önöknek további jó és eredményes munkát, és átadjam az elnöklést Világosi Gábor alelnök úrnak. Viszontlátásra! Tisztelt államtitkár úr! A miniszter úrnak szólt a kérdés, de hát helyettesítőként remélem, hogy kellő szakszerű választ fogunk kapni, és őszintét is. Ha egy olyan ország mély válságban van, és az emberek egyre nehezebb életkörülmények között élnek, érthető, sokkal érzékenyebbek arra, ha a közvagyon elherdálásáról, az állam érdekeinek hanyag képviseletéről szereznek tudomást. Nem véletlen hát, hogy a postabank ügy újabb fejleményét még kritikusabban kísérik figyelemmel az állampolgárok. Joggal teszik. 152 milliárd forintot kellett közpénzből betenni a bankban. 1998-ra a pénzintézet teljes vagyon elúszott. Prinz Gábor és csapata az ön miniszterének cégét, a Dilottot választotta ki a bank zűrös ügyének átvizsgálására. A versenytársak egybehangzó véleménye szerint idézem, azért, mert Simor András vezette Dilottnak, különleges volt a pozíció a magyar piacon, és kétségtelenül ők a legmegértőbbek. Idézőjel bezárva. Az állam pert indított az ön minisztere cége ellen, úgy értékelték, hogy túlságosan is megértően viselkedett a postabank vezetésének ügyleteivel kapcsolatban, és aránytalanul enyhe megfogalmazású bírálatot fűzött a cég éves beszámolójához. A Dilott általános véleménye a postabank RT 1997 éves konszolidált éves beszámolójáról véleményük szerint megbízható és valós képet ad. Majd máshol azt írják, hogy az ezen véleményük korlátozás nélkül felhívják a figyelmet a problémás ügyletekre. Ezek után nem csoda, hogy az állam pert indított a köntőfalazó, de mondhatnánk túlságosan megértő Diló ellen. A pénzügyminisztérium az ön minisztere kinevezése után elbukta a pert. Az indoklásban az állt, a pénzügyminisztérium nem terjesztette a bíróság elé a bizonyítékokat, így az ügyet, az igazságszolgáltatás nem tudta érdemben elbírálni. Ennek következtében az állam ahelyett, hogy több milliárdos kártérítést kapna, most több százmillió forint perköltséget fizetett. Tisztelt államtitkár úr, felmerül a kérdés, vajon megfelelő gondossággal képviselte a minisztérium az államot? Nem lehet, hogy a Karácsony Imréné, aki szintén véletlenül a Diló vezető beosztású munkatársa volt 2004-ig, majd ezt követően a pénzügyminisztérium vezető beosztású tisztviselője, szakállamtitkára, túlságosan megértő hozzáállást honosított meg immár a minisztériumban. Az ön minisztere úgy fogalmazott, idézem, ami a postabankot illeti, az egy nagyon érdekes szituáció, amint ön minisztere szerint felülvizsgálatot is kell kezdeményezni az államnak a Dilóval szemben. Vajon melyik oszkónak higgyünk? A Diló vezetőnek, aki egy évre jött haknizni a kormányba, vagy a nem régen regnáló pénzügyminiszternek? Várom válaszát. Válaszadásra megadom a szót Katona Tamás államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, igen tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a házszabály értelmében interpelláció csak a miniszter tevékenységével és hatáskörével összefüggő témában kezdeményezhető, az elhangzottak pedig sem a pénzügyminisztérium tevékenységével, sem pedig Oszkó Péter pénzügyminiszter tevékenységével nem hozhatók semmiféle összefüggésbe. Hogy nem kértük a házszabályra való hivatkozással az interpelláció elutasítását, annak kizárólag az az oka, hogy az országgyűlés és a szélesebb nyilvánosság előtt szeretnénk rámutatni a Fidesz arroganciájára és gátlástalanságára az elhangzottak kapcsán. És nem csak arra a személyeskedő hangnemre, amelyel a kinevezett pénzügyminisztert a haknizás kifejezéssel illette, vagy amivel a pénzügyminisztérium egyik kiváló szakmai munkát végző szakállamtitkárát most teljesen megalapozatlanul összefüggésbe hozzák egy olyan korábbi üggyel, amihez neki az égvilágon semmi köze nem volt, amivel soha nem foglalkozott, noha kétségtelen a Diloynál dolgozott korábban. A kormány és a pénzügyminiszter nevében a leghatározottabban visszautasítom azt az inszinuációt, amely az interpellációban elhangzott. Az interpellációban Domokos képviselő úr gyakorlatilag vagy a bíróságot vádolja külső befolyásolhatósággal, vagy pedig a néhány nappal ezelőtt kinevezett pénzügyminisztert vádolja meg azzal,
hogy talán nem kellően képviselte volna ez alatt a néhány nap alatt az államot a Deloitte elleni perben. Továbbá több esetben is valótlanságokat állít, tisztelt képviselő úr. Ezek közül csak kettőre térnék ki konkrétan az idő rövidsége miatt. Simor András a Postabank Deloitte által történő auditálásakor még nem volt a cég vezérigazgatója, így személye nem hozható összefüggésbe semmiképpen a Postabank és a Deloitte között megkötött megbízási szerződéssel. Emellett a per megalapozásához szükséges bizonyítékok már korábban 2000-től benyújtásra kerültek vagy kerülhettek volna, és a per azóta történt szakaszában, tehát különösen 2008 ősze óta további bizonyítékok benyújtására nem volt jogi lehetőség, de képviselő úr nyilván ismeri a pervitel alatt általános szabályait, 2000-ben indították a pert, a bizonyítékokat akkor kell előterjeszteni, és nem a másodfokon, és különösen nem egy megismételt eljárásban. Egyébként pedig szeretném megjegyezni, hogy Oszkó Péter kinevezését követően azonnal átruházta a magyar állam adott perbeni képviseletét a miniszterelnök hivatalra. Egyébként a Fidesz valódi arcátlansága valójában a Postabank feltőkésítésének felemelkedésében rejlik. Tisztelt képviselő úr, ha ön a közvagyon elherdálásáról, vagy az állam érdekeinek hanyag képviseletéről beszél, akkor javaslom, kérdezze meg a Fidesz volt pénzügyminiszterét, Járai Zsigmond urat, hogy milyen alapon értékelték a Postabank tőkevesztését 154 milliárd forintra. Hogyan történhetett meg, hogy az ezzel kapcsolatos kormányzati iratok egy része részben az ő részben, pedig Varga Mihály úr minisztersége alatt eltűnt a pénzügyminisztériumból. Vajon miért nem támogatta a Fidesz annak idején azt a szocialista törvényjavaslatot, hogy a közpénzek bankkonszolidációs felhasználása esetén oldják fel a banktitkot? Miért akadályozta meg a Fidesz annak idején a Postabank 154 milliárdos állami konszolidációja kapcsán a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, amit mi kezdeményeztünk? Tisztelt képviselő úr, az ön interpellációja összhangban van a Fidesznek a társadalmi amnéziával kapcsolatos feltételezésével. Azt gondolják, hogy a magyar társadalom már elfelejtette a Postabank ügyből kinőtt defense story-t, vagy a Postabank befektetési portfóliójából fillérekért megszerzett és felturbózott fideszes pártmédiát és a többi történetet. Nem, képviselő úr, ha ön ezt a kérdést felvetette, akkor valóban szükséges, hogy a valós tények mielőbb széles körben ismerté váljanak. A kormány és a mögötte álló parlamenti pártok a Postabank történetének minél alaposabb és részletesebb feltárját tartja szükségesnek. Képviselő úr! Államtitkár úr, 4 perc áll rendelkezésére. Megkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja államtitkár úr által adott választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Engedje meg, hogy először államtitkár úrnak a hangnemét utasítsam vissza. Ha nem lett volna házszabályszerű a kérdésem, akkor nem kapott volna lehetőséget államtitkár úr arra, hogy erre válaszol, mert én sem tudtam volna a kérdést föltenni. Megkaptam a lehetőséget, elvártam volna, hogy válaszoljon. Ehelyett vádaskodott, és olyan kérdéseket tett föl, amely egy államtitkárhoz méltatlan. Egy képviselőnek a felvetett kérdéseire itt válaszolnia kellett volna. Ezt nem tette meg, ezért nem tudom elfogadni a válaszát. Az meg kimondottan azt gondolom arcátlanság, hogy a bíróság befolyásolását, amelyet önök miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc vetett föl, azt ezen szöveg kapcsán visszavádaskodik. Ilyen nem hangzott el, olvass el ebben a szövegben mi volt. Én azt kértem számon, hogy a bizonyítékokat miért nem tárták elő. Köszönöm szépen. Képviselő nem fogadta el a választ, így megkérdezem tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkár úr válaszát 203 igen, 158 nem.